12 vagy 13 éves lehettem, Szegeden éltünk, és egy ilyen iskolai óra, vagy egy ilyen rendhagyó iskolai óra keretében elvittek bennünket a szegedi zsinagógába. Egy nagyon jó történelem tanárom volt az iskolában, és annyira megrendített, amit ott láttam, és én erről annyira nem tudtam azelőtt soha semmit, és azon kívül a rövid fejezeten kívül, ami a történelemkönyvben olvasható volt, fogalmam nem volt erről az egész borzalomról, nem tudtam a holokausztról, nem tudtam semmiről. És teljesen megrendültem, hazamentem iskola után, és még arra is emlékszem, borzalmasan rosszul rajzolok, de elkezdtem lerajzolni, amiket ott láttam, ilyen szöges drót, arcok. És hazajött apám este a klinikáról, és ilyen, mondom, meglehetősen megrendülten, vagy nagyon földultan, vagy annak érezvén magam, mondtam neki, hogy képzeld el, hogy voltunk a zsinagógában. És akkor ilyen nagyon különös hallgatás lett urrá a szobán, és azt mondta, jó, akkor várj egy kicsit, megvárjunk, hazajön a nővéred, vagy a nővérem is otthon volt, nem tudom, és leültetett bennünket, és elmesélte az élete történetét. És akkor tudtam meg, hogy azt is egyáltalán, hogy zsidó származású, azt is akkor tudtam meg, hogy a családja jelentős része a áldozat, tehát holokauszt. A holokauszt áldozata lett, hogy nagyanyám Auschwitzban végezte, hogy a nagyapámról nem is lehet pontosan tudni, hogy hol pusztult el. Szóval egy ilyen egészen megrendítő beszélgetés volt, és emlékszem, hogy nagyon, nagyon visszafogottan és nagyon ilyen meglepően érzelemmentesen beszélt erről. És amiért leültem egyáltalán veled beszélgetni, az talán pont ez, hogy ne legyünk ebben, szóval ne legyen ez egy politikai kérdés, vagy ne lehessen ez valami, ez az egész kicsit lassan kínossá váló zsidó ügy. De lehessen erről épeszűen normálisan és mondjuk egy családtörténetként is beszélni, és nem csak egy történész meglehetősen téves következtetéseit kelljen erről hallgatni. Olyan nyugodtnak és szabadnak érzem magam, és egyre inkább annak érzem magam, és egyre inkább úgy érzem, hogy most, hogy fogy az időm, azért mégiscsak már így a kenyerem javát megettem, hogy szépen, szelíden, nyugodtan olyan dolgokról beszélni, amikről egyébként az ember úgy nem beszélne, arról, amíg nem késő, addig tényleg érdemes, vagy tényleg kell is.